sokszínű programmal ünnepel a Magyar Kultúra Napjának előestén és délutánján a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ. 1823. január 22-én tisztázta le a himnusz kéziratát Kölcsey Ferenc. Ennek emlékére ünnepeljük már több mint 30 éve a Magyar Kultúra Napját. Tavaly decemberben a 200. évforduló tiszteletére az Országgyűlés hivatalosan is emléknappá nyilvánította január 22-ét. Országszerte számos rendezvényt szerveznek, hogy bemutassák a magyar kultúra gazdagságát, sokféleségét és hagyományait. A Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ is színes programpalettát kínál a közönségnek az emléknap alkalmából. Film, színház, kiállítás, balett, zene és irodalom is szerepel a kínálatban. Szerettük volna úgy összeállítani a mai napi programot, hogy mindenki megtalálja benne azt, ami őt érdekelheti. A kultúra minden szegmensét szeretnénk megmutatni ma azoknak, akik ide látogatnak hozzánk. Filmvetítésekkel várjuk a nézőket, színházi előadással, a Vörösmarty Színház régi módi történetének a jelmezeiből és bútoraiból készült kiállítással, Magyar Társasjáték Klubbal, akik a magyar társasjátékokat mutatják meg a társasjáték kedvelőknek. Lesz egy pezsgő kultúrsétánk, ahol fellép a Fehérvári Balettszínház, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Beszélgetünk a rövid filmekről, amiket akkor fogunk vetíteni, illetve a kiállításról is. Este pedig a Szabó Balázs bandája zárja a napot. Újra kinyitotta kapuit a Zeneóvia Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Az énekkel, játékkal töltött egy órában a hangszerek világát is megismerhették a kicsik, így a későbbiekben nagyobb tudatossággal választhatják ki az érdeklődésüknek, képességeiknek, adottságaiknak megfelelő hangszert. A foglalkozások pénteken kezdődtek, és egészen a tanév végéig tartanak majd Varró János és Bergerné Szőnyi Anna zenepedagógusok vezetésével. A gyerekek nagyon szeretnek járni, kipróbálhatnak sok-sok hangszert, kézbe vehetik őket, megszólaltathatják, illetve hát a szülők pedig szerintem nagyon örülnek annak, hogy játékos keretek között megismerkedhetnek a magyar hagyományokkal. A közösségi közlekedés szolgáltatás színvonalának növelése érdekében január 28-ától három vonalon is változások lépnek életbe a helyi járatos busz menetrendben. A Szedreskerti lakónegyed felé közlekedő 17-es jelű járatok megállnak a Verszeki út páros oldalán lévő Köfém lakótelep A-jelzésű megállójában is. Az Európai Ipari Park felé közlekedő M26-os jelű járatok indulási ideje munkanapokon 5 óra 40, 13 óra 40 és 21 óra 40 perc. A Videóton felé közlekedő járatok menetrendje változatlan. Az intézkedéssel más járatokhoz, így a 23-as jelű járathoz is megoldott az átszállás. A Csapó utcától induló 11A jelű járatok végállomása a Holland fasoron, a Next Stop kanyarodó sávján kijelölt Sóstói Bevásárlóközpont C megállója lesz. A járatok nem érintik a két körforgalom közötti megállókat. Mosolygó és álmélkodó gyermekarcok, pózoló kisfiú egy kígyóval, mindez része volt annak a Varázslatos Természet című kiállításnak, amely pókok és kisállatok kivételes tárházát tárta a látogatók elé a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Németh János Károly gyermekkori álmát valósította meg a különleges gyűjteménnyel. Gyerekkordul kezdődik, amikor ugye a gyerekekkel 86-ban, az igazán régen volt, kifutottunk a mezőre focizni, és megláttunk egy zöld gyíkot, hogy merre szarad, és én valami belső indítatást éreztem belül, hogy én nekem ezt a gyíkot meg kell fogni, és ott van a édesapám meg a nagyszüleim, vidéken laktunk, Dunavarsány környékén, Pesttől nem messze, kimentünk focizni a srácokkal annak idején a régi szép időkbe, és kettő gyíkot megfogtam, és rendesen boldog voltam, hogy megfogtam ezt a két mezei gyíkot. Péntek estére megérkezett a tél Székesfehérvárra is, a folyamatos esőzés után napközben már metsző szél és hideg volt, a délutáni órákban pedig a havazás is beköszöntött. A leesett hószombat reggel is olvadtán, délután ismét havazni kezdett. Vasárnap erősen felhős, borult időre számíthatunk, kezdetben többfelé, délután már kevesebb helyen alakulhat ki eső, zápor, havas eső, illetve havazás. Havazásra elsősorban a Dunántúlon lehet számítani, ahol felélénkülhet az észak-észak-nyugati szél, mínusz 1 és plusz 6 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Hétfőn esőre, havas esőre számíthatunk, a szél ekkor is megélénkülhet, legfeljebb 12 fokig húzhat fel a hőmérőhiany szála.